Hangosan zokogott a tárgyalóteremben a lány, akit azzal vádolnak, hogy az anyjával együtt meg akarta ölni a saját apját. A bíró meghallgatni sem tudta. Az anyját viszont, aki az ügy másik vádlottja, közel 2 órán keresztül faggatták. A nő arról beszélt, hogy a lánya több mint 10 éve betegesen irtózott a saját apjától, hogy mi miatt az nem derült ki. A lány apjához való beteges viszonya olyan mértéket öltött, hogy például a fiatal nő csak azért fújta le rovarirtóval a házba bejutó legyeket, mert azok hozzáérhettek az apja bőréhez is. És az is előfordult, hogy a lány hónapokat töltött el a házban úgy, hogy csak a mosdót és egy kanapét használt, mert irtózott attól, hogy az apja által is használt padlóra lépjen. Az ő mencsvára az a kanapé volt, meg a fürdőszoba. Tehát amit... Tehát az emeleten, de oda nem, mert ugye oda lépcsőn, nem, tehát az már bonyolultabb. És akkor ő a nappaliban a kanapén volt szinte az egész nyáron. A két nő áthívta magukhoz a családfőt, aki egy ideje már nem élt velük a lányával megromlott viszonya miatt. Azt mondták, neki békülni akarnak, és süteményt is sütöttek. A feleség ezért befogta a férfi szemét, hogy ajándékként adják át az édességet. A lány viszont ekkor egy késsel nyakon szúrta az apját, majd a szemébe darázsírtót fújt. A férfi kimenekült a házból, de a felesége utána ment a család autójával, és elgázolta őt. A brutálisan megtámadott családfő most azt mondta, hogy a lánya évek óta küzd mentális betegséggel, és hogy teljesen behálózta a saját anyját. Ez így volt, ezt mindenki látta a családban, a távolabb lakó rokonok is, hogy bizony a Marcsi gyötri, kínozza az anyját, és uralkodik rajta agresszíven, követelőzve áll hozzá az anyjához. Tehát az anyja áldozat. A megszúrt és elgázolt családapa biztos benne, hogy a lánya tervelte ki a meggyilkolását. Szerintem miután végeztek volna vele, azt mondták volna a rendőröknek, hogy önvédelemből tették. Ő ennek ellenére most mégis azt mondta, hogy még mindig szereti a lányt és a volt feleségét. Én ugyanúgy szeretem a nejemet és szeretem a lányomat. Becsülöm az eszét, az okosságát, kitartását. De én azt látom, hogy nekünk ilyen közös életünk már nem lesz. A bíró több tanút is meghallgatott volna, ám közülük voltak, akikre most nem került sor, ezért a következő tárgyaláson újra tanúkat hallgatnak meg. Az ítélet hirdetésig így még legalább 2 tárgyalás lesz, ugyanis több szakértő is dolgozott az ügyön.